Virággal és oklevéllel érkezett Karsai Ferenc polgármester Radics Gigi énekesnőhöz, akit még márciusban a hónap művészének választottak a kerületben. Az eddigi vészhelyzet miatt csak most került sor a személyes találkozóra. Ez a hónap művésze, ez egy olyan díj, amit a kerülethez kötődő művészek, akik kiemelkedőt nyújtanak a saját művészeti águkban, azok kapják. Az ismerkedés egy kedélyes reggeli mellett folytatódott, ahol a kerületről, a közösségi életről és az itt élő művészekről is szó esett. Csodálatos érzés, hogy én vagyok a hónap művésze, ez egy elképesztően nagy megtiszteltetés nekem. És fél éve költöztünk ide a családdal, akkor, amikor hazajöttünk Amerikából, és azt mondtam nekik, hogy én most már nem szeretnék a belvárosban lakni, elég volt ebből a környezetből, mert hogy igazából én vidéki lány vagyok, és nekem szükségem van a zöldövezetre, és ott nem volt ez. És így a családra parancsoltam, hogy jó, akkor most ne is pakoljatok ki a bőröndből, fogjuk magunkat, és költözzünk el innen. Ez volt csütörtöki napon, szombaton már költöztünk ide, úgyhogy hál' Istennek nagyon gyorsan megtaláltuk ezt a gyönyörű szép lakást, és azóta is nagyon örvendezve lakunk itt, mert tényleg olyan, mintha minden nap nyaralnánk, szóval én nagyon-nagyon szeretem. A csupán 23 éves énekesnő már 8 éves kora óta színpadon énekel. 15 évesen nyerte meg a Megasztár 6-ot, ekkor ismerte meg az ország. Rá egy évre már Los Angelesben vették fel első albumának dalait. Michael Jackson egykori producere szerint ő a világ legjobb öt hangjából az egyik. Gigi a híres producernek köszönhetően lépett fel a híres Montreux Jazz Fesztiválon is. Az elmúlt években énekelt az Auditorium di Milano hangversenytermében, a Bécsi Állami Operaházban és a New Yorki Carnegie Hallban. Azóta még két szóló albuma jelent meg, az utóbbi években pedig az X-Faktor zsűriében is láthattuk. Albumai arany vagy platina lemezek és számos zenei díj tulajdonosa. Az éneklés, ez igazából nem tudom elmondani, mit jelent. Nyilván talán azzal tudom a legjobban kifejezni, hogyha azt mondom, hogy az életemet jelenti, és ha nem lenne mondjuk ez így egyszer csak, akkor nem is tudom, hogy mit csinálnék. Szóval én semmi máshoz nem értek. Meg valószínűleg bele is őrülnék, de nem is gondolok ki erre. Tényleg az életemet jelenti. Most maradok, és becsukom az ajtót. Csak egyedül, és csendben a négy fal közt. A koronavírus helyzet Gigit és testvérét is megihlette, Újjászületünk címmel új dalt készítettek. Az újjászületés kétszeresen igaz most Gigi életében, hiszen októberre várja kisbabáját, akit a kerületben szeretne felnevelni. Olyan érdekes, mert így minden nap úgy ébredek fel, mintha ez egy ilyen álom lenne, mintha nem is lenne igaz ez az egész, és aztán így ránézek a pocakomra, hát pedig igaz, és napról napra nagyobb, elképesztő. Én abszolút azt gondolom, hogy itt szeretném felnevelni a gyermekemet. Annyira megszerettük ezt a kerületet, hogy nem szeretnénk elmenni innen sehová. Egyrészt jó, mert közel van a város, ha kell, akkor be tudok menni, meg közel van az autópálya, az M1-es, az M7-es, és hogyha arra felé akad dolgunk, hát pedig elég sokszor járunk arra is, mert a párom ő tatai. Úgyhogy így nagyon-nagyon pont jó, így középen vagyunk itt, és hát tényleg itt szeretném felnevelni az én gyermekemet, remélem, hogy ez majd így lehetséges lesz. Itt nézünk majd a környéken egy lakást, mert egyelőre még a családommal lakunk, de hamarosan majd jön a pici, aztán külön költözünk. Lemosom